A dokumentumfilm borzalmas életsorsokon keresztül mutatja be a balti népek szabadságharcát, az erdei testvérek mozgalmát. A filmet 1991-ben forgatták az alkotók. Ez az első ilyen jellegű alkotás, amely a litván rendszerváltással foglalkozik. Ha megkérdezek 100 történelemtanárt, 100-ból egy sem mondja el azt, hogy például az 50-es években Litvániában, ahol nem egész 4 millió ember él, több mint 40 ezer ember az erdőbe, fegyverrel a kézben harcol a világ legerősebb hadseregével szembe. Renátas Sznyuska, Litvánia, magyarországi és szerbiai nagykövete meghatódott, azt mondta, büszke a népére, továbbá köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 91-ben a litvánok mellé álltak. Ir dar labiau jaudinantis dėl to, kad taip smagu pamatyti tiek žmonių ir štai tokius bendraminčius, kurie taip mus parėmė 90-91 metais ir nenustoja mums padėti ir dabar garsinti mūsų neretai tragišką istoriją. Siflis Zoltán filmrendező a vetítést követő beszélgetésen azt hangsúlyozta, hogy a film tényfeltáró, egyben leletmentő is, ugyanis a nyilatkozók közül sokan már nem élnek. A litván és a magyar történelemben sok a közös pont, tette hozzá. Kozma Zoltán, a Pannon TV megbízott főszerkesztője elmondta, a tervek szerint a Pannonia Alapítvány a jövőben több hasonló rendezvényt szervez majd.